Sziasztok, Drevi vagyok, és a Tech videót nézitek. Tavaly, amikor a Huawei kiadta a P9-et, akkor egy nagyon komplex telefont tettek össze, ezért idén magas volt a léc a gyártónál. Nézzük is meg a tesztbe, hogy a Huawei P10 megállja idén a helyét a piacon. A P10 kijelzője egy 5,1 inches Full HD LCD kijelző, ami akár napfényben is nagyon jól olvasható. Magát a kijelzőt egy Gorilla Glass 5 védi a mindennapos használatoktól. Visszatérve a panelhez, ez egy 1/10 inccsel kisebb kijelző az előző generációhoz képest, ez a használatban annyira nem észrevehető. A kijelző felett a jól megszokott kamera és hangszóró rács van, mellette pedig az értesítési LED és a közelségérzékelő szenzor. A kijelző aljára került idén a főgomb, ami tavaly még a telefonnak a hátulján van. Ezen a főgombon egy csomó új dolgot lehet most használni, mivel nincsen más érintésérzékeny gomba készüléke, ezért a Huawei azt oldotta meg, hogy különböző kézmozdulatokkal lehet navigálni, a visszagombot és a párhuzamosan futó alkalmazásokat imitálni. Jó megszokott helyén jobb oldalt vannak a hangerőszabályzó gombok, alatta pedig a fő gomb található. Apróság, de szeretem, ha egy gyártó ilyenre odafigyel, hogyha közelebbről megnézzük a kibekapcs gombot, akkor körbe egy piros csík van, ami szerintem nagyon jól néz ki, és szeretem, ahogy mondtam, hogyha egy gyártó egy ilyenre odafigyel, kis apróságokat belerak a nördöknek. A kijelző hátulja egy nagyon jó fémes borítást kapott, ami a mattsága miatt szinte taszítja az új lenyomatokat, és mivel hogyha világos színnel is mész, akkor egyáltalán nem fogod azokat látni, hogyha ez eddig zavart. Alul pedig a jack dugó, mellette az USB-C, amivel hip-hop fel tudjuk tölteni a telefonunkat, és mellette pedig egy hangszóró van, ami oké, de nyilván nem erről fog senki se bulizni, arra ott vannak a különböző bluetoothos kihangosítók. És ha már hátlap, akkor beszéljünk, hogy mi lapul a hátlap alatt, mi adja a teljesítményt. Ez egy 8 magos Kirin 960-as processzor, ami több mint elég a mindennapos használathoz. És ha még mellé párosítjuk a Mali G71-es grafikus gyorsítót, akkor tényleg egy fenomenális kis készülék. Mindennapos használathoz bőven elég, nyilván vannak a játékok, amik meghatják meg a Geekbench-ek ezt a teljesítményt. Szerintem bőven elég ez a telefonhoz. Érdekesség, amit meg szeretnék nektek jegyezni, hogy a nálam lévő tesztkészülék fél órás használat után erősen azért túlhevül a Huawei felirat mellett, ami lehet azért bőven zavaró. Megkérdeztem Balázst, és utána néztem pár tesztnek, de senki se írta, hogy nála ez probléma lenne, valószínűleg a nálam lévő tesztkészülékkel van a baj, de még visszatérek egy pár mondat múlva, hogy mi az a, mi még hibázik ebbe a készülékbe. 32 vagy 64 GB közül lehet választani belső memória szempontjából, emellé 4 GB RAM párosul. Annyit tudni kell vásárlás előtt, hogy 12 GB memóriát megeszik maga az operációs rendszer. Nekem tetszik az új Huawei felület, egyedül ami nem tetszik, az az ikonkészlet, mert szerintem valami borzalmas. Nekem nagyon nem tetszik, nyilván ezt le lehet váltani különböző launcherekkel, szóval csak ezt el szerettem volna nektek mondani. Egy utolsó belső dolog az akkumulátor. Ez egy 3200 mAh-es lítium-ion akkumulátor, ami tényleg csak egy napig bírja, vagyis bírná, mert amint mondtam, ez a tesztkészülék egy kicsit el van rontva, mivel nálam ez nagyjából fél napot bír ki, de utána olvastam ennek is, ennek egy napot kéne bírnia, nem tudom mit rontottak el pont ebben a készülékben, csak már nem akartam nektek hazudni, inkább elmondtam, hogy mi a lényeg. A kamera lenne az, amit a P10 átlendíti a P9-en, de engedjétek meg, hogy ezt egy kicsit elmagyarázzam. Egy 20 megapixeles és egy 12 megapixeles f2.2-es lencse van benne, amit a Leica-val közösen tesznek bele már több generáció óta. Automata módról fogok beszélni, mivel úgyis a felhasználók 70%-a automata módban használja a fotókat és a fotókészítést. Volt vele problémám sajnos, vagy lehet csak magas volt a léc a P9 után. Automata módban nagyon sok az utána húzott élesség, és kontraszt nélküliek a képek egyszerűen. Ha csináltam egy fotót, akkor inkább mellé tettem még két kamerát, és lefotóztam ugyanazt a részletet, és teljesen szintelenek a képek. Ahogy mondtam, ez a plusz élesség, amit rátesz, ezek mind-mind olyan dolgok, amiket teljesen szétrondítják a képet. Nyilván ezt a manuál móddal be lehet állítani, de ahogy mondtam, az csak a felhasználók nagyjából 30%-ára érvényes.
És akkor mondhatnánk, hogy dual lencse, ott a 20 megapixeles, de a 20 megapixeles csak egy monokróm, ami egy kis hasznos dolog, hogyha valaki kicsit kreatívkodni szeretne. Én nagyon jó képeket tudtam vele készíteni, arról az autóról is, vagy miközben utaztam, de nyilván nem lehet minden csak ezzel lefotózni. A véleményetekre lennék kíváncsi. Itt fogtok majd arra tudni szavazni, hogy melyik megoldást szeretitek jobban. Az iPhone 7 Plus-nál és más gyártóknál megszokott dual kamerás rendszereknél azt, hogy ha az egyik egy teleobjektív, vagyis távolabbra lehet vele zoomolni veszteségmentesen, vagy azt szeretnétek, hogyha másik lencse, ez a monokróm részletgazdagabb lencse legyen. Itt tudtok még egyszer szavazni rá. A fotózáshoz még kapunk számos-számos olyan újdonságot, ami közül kettőt hagy említsek nektek meg, ez a portré mód, és van egy ilyen nagyrekesz nyílású mód. A portré módot nem nagyon használtam, ez a része engem nem nagyon érdekel a kamerának. A nagyrekesz nyílásra voltam kíváncsi, hogy hogyan tudják szoftveresen megoldani a mélységélességet. És mit sem mondjak, voltak bajok itt is, az a baj. Például csak vegyük azt, hogyha leszeretnéd fotózni így az ujjadat, akkor valószínűleg a szoftver körbe rajzolja az ujjadat, és itt, ahol van a look, ezt úgy gondolja, hogy ez az ujjadhoz tartozik hozzá, és ezt nem fedi el, ezt a részt, nem blőröli ki, szóval nincs meg ez a bokeh effektus. De ami jó, hogy lehet egészen 0,95-ös rekesznyílást is szoftveresen imitálni, vagy egyszerűen le lehet menni egészen F16-ig, azt hiszem. Videónál annyira nem ajánlanám, és azért beszéljünk egy kicsit a videós részről is. 4K-s felvételeket lehet vele csinálni, ebben a nagyrekesz nyílást én annyira nem ajánlom. Lehet itt az élénk színekkel egy kicsit variálni, hogy ezt a kontraszt nélküliséget lehessen egy kicsit kijavítani. Jó videókat lehet vele csinálni, csak ez a szoftveres élesség utána húzás szerintem azért belerondít a képbe. Ha már kiveséztem a hátlapi kamerát, akkor jöjjön az előlapi kamera, ami egy 8 megapixeles kamera, egy F1.9-es rekesz értékkel. Lehet jó képeket vele csinálni, jó fényviszonyokba, én nem vagyok az a selfie király. Vagy de. És mindent összevetve ez egy nagyon jó telefon lenne. Ha elérni azt a lécet, amit én felállítottam előtte, sajnos a kamera miatt nem tudja megcsinálni, de itt sincs semmi veszve, mivel ezt egy szoftveres update-tel szerintem meg lehetne oldani. Kíváncsi vagyok, hogy megcsinálja a Huawei. Ha körbe akartok nézni, akkor ez egy 200 ezer forintos telefon, ezért az árért már lehet venni S7-et is. Itt mindenki döntse el, hogy vesz inkább egy évvel idősebb telefon, vagy megveszi a frisset, aminek még vannak hibái. Mindent összevetve ez a készülék nekem tetszett, külsőre jó kézbe venni, és ha el tudtok a kamerától tekinteni, akkor egy nagyon kis komplex telefon. Ennyit szerettem volna mondani nektek, talán fontolóra veszem, hogy fél év múlva csináljak még egy bemutató videót erről, hogy mi változott, lettek-e újítások, vagy újdonságok az új szoftveres csomagokkal. Én Drevi voltam, és a Tech videót néztétek, találkozunk a következő videómban. Sziasztok!